Hello, itt Fekete a programozás karriertől, ahol segítünk neked a gyors karrierváltásban és a programozói képességét fejlesztésében. Ebből a videósorozatból megtudhatsz mindent a JavaScriptről, amit kezdő szinten tudni érdemes. A JavaScript főként a frontend, vagy más a kliens oldali webfejlesztés programozási nyelve, a HTML és a CSS mellett a legfontosabb eszköz a kezünkben. Ha a befejlesztéssel szeretnél foglalkozni a jövőben, akkor célszerű lesz ezzel a trióval kezdened a tanulást. Első lépésként akkor nézzük meg, hogy mi is az a JavaScript. Tehát most megpróbálom elhelyezni a programozás, webfejlesztés, frontend webfejlesztés területén, úgy, mint ugye korábban a HTML és a CSS-nél ezt szintén megtettem. Tehát a HTML volt felelős ugye a weboldalakon megjelenő tartalomért, tartalmaknak a, a, hierarchiájáért, tehát a felépítési struktúrájáért, a CSS-sel megadtuk ugye ezeknek a tartalmaknak, ugye, legyenek akár ezek szövegek, képek, tehát bármilyen tartalomról is van szó, megadtuk a stílust, és ugye bizonyos korlátokon belül némi interaktivitást is biztosítottunk, tehát például egy, egy egérrátolás valamire, egy objektumra, ugye megváltoztatta mondjuk egy, egy szín, vagy egy méret, attribútumnak az értékét, tehát ilyeneket tudtunk csinálni, de itt ugye megáll a tudomány, tehát innentől kezdve bármilyen interaktivitást szeretnénk fokozni a weboldalon, ahhoz már javascript lesz szükségünk. Tehát azokat az elemeket, amelyek a weboldalunkon megjelennek, és ugye HTML-ben ezeket már definiáltuk, megalkottuk, ezekkel mi szeretnénk valamilyen interakcióba lépni. Tehát az oldalon megjelenő bármely HTML elemet mi képesek vagyunk módosítani, sőt, ugye hát a CSS-hez is hozzá tudunk férni JavaScript segítségével, tehát a stílust is tudjuk befolyásolni, és egy olyan eseményvezérlést tudunk megvalósítani a JavaScript segítségével, tehát például egy gombra rákattintunk, ez egy esemény volt, és akkor mi történjen akkor a weboldalunkon, amikor rákattintott a felhasználó erre a gombra, színeződjön át a háttér, vagy tűnjön el egy egy h 1 főcím akár. Tehát tulajdonképpen a weboldalon bekövetkező bármely eseményhez hozzá tudunk rendelni valamilyen JavaScript kódot, ami ilyenkor lefut, és ezáltal bármilyen eseményt le tudunk kezelni. Interakcióba tudunk lépni a szószoros értelmében a weboldalunkkal. És ezen túlmenően például tudunk kommunikálni a szerverrel, szerveren lévő adatbázisban, különböző információkat tudunk kinyerni a JavaScript segítségével, és ezt meg tudjuk jeleníteni a weboldalunkon, anélkül, hogy a teljes weboldat újra kéne lekérni a szerverről, újra kéne letölteni, csak egyszerűen kicseréljük benne a különböző elemeket, vagy HTML elemeket, változtatunk bármilyen stílus elemen, stílus szabályon, és ezáltal tulajdonképpen a semmiből is akár létre tudunk hozni egy weboldalt. Emléletleg a JavaScript három részre bontató, vagy három fő elemre szedhető szét. Ugye az egyik maga a nyelvnek az alapfunkcionalitása, amelyet az ECMAScript ír le, erről majd még később beszélek. Ugye ez, ez maga a programozási nyelv, annak a szintaxisa, tehát alapvető nyelvi elemekről szól. A másik két speciálisabb terület, az pedig a DOM, vagyis a Document Object Model. Ugye ennek a segítségével tudunk majd kommunikálni, illetve interakcióba lépni a különböző elemekkel, amik a weboldalon vannak, tehát amit a HTML-ben már létrehoztunk, azokhoz az elemekhez hozzá tudunk férni ennek a segítségével, és a harmadik speciálisabb terület, az pedig a BOM, ugye az előbb az a DOM, Document Object Model, ez pedig a Browser Object Model lesz, amely segítségével pedig ugye, hozzá tudunk férni a böngészőnknek, ugye különböző böngészők vannak, hát mindig az adott böngészőnek az api vagyis az alkalmazás programozási felületéhez, és ennek a segítségével itt még különböző csodákat tudunk művelni. Hát ez a három terület az, amelyet e, tulajdonképpen JavaScriptnek hívhatunk most, és ez, amely megadja azt a funkcionalitást, amit mi nagyon szépen ki tudunk majd használni a kliens oldalon. Tehát voltaképpen a JavaScript az ad nekünk egy Interaktivitást a weboldalaink számára. Tehát, tulajdonképpen a HTML és a CSS-re rakódik rá a JavaScript, azzal erősítjük föl magát a weboldalt és annak a funkcionalitását. Tehát, például ö, ö, tudunk egy formvalidációt elkövetni, tehát hogy csak azokat az információkat küldjük be a szerverre a felhasználótól, amelyeket előtte már validáltunk, tehát valamilyen feltételeknek megfeleltettünk, vagy akár különböző interaktív térképeket tudunk létrehozni. Tehát az a lényeg, hogy a felhasználó bárhova kattint az oldalon, mi ezt le tudjuk kezelni, és ez valamilyen scriptet tudunk hozzárendelni, hogy mi történjen akkor, ha különböző animál diagramokat tudunk létrehozni, tehát alapvetően animálni tudunk az oldalon, és hát természetesen az egyik legfontosabb, hogy egy nagyon gördülékeny kliens-szerver kommunikációt tudunk megvalósítani által tehát amikor ugye a szerverről lekértük a megfelelő dokumentumokat, megfelelő forráskódokat, ugye HTML és CSS kódot, ugye akkor HTML földobja nekünk a tartalmat, a struktúra az már ugye ki van alakítva, erre rárakódik nekünk a stílus, a CSS segítségével, ugye azt is értelmezi nekünk a böngésző, és majd ha ez mind megtörtént ideális esetben, akkor utána következik a JavaScript kódnak a, a betöltése, illetve értelmezése, ugye ezt egy JavaScript engine, vagy JavaScript motor teszi meg nekünk a, a böngészőben, tehát ilyen böngésző rendelkezik egy ilyen értelmezővel, egy ilyen JavaScript motorral, ez hasonló, mint a Python esetében, ugye a... Python interpreter, csak ezt külön le kell töltenünk, felinstalálnunk, itt pedig nem kell, hiszen a böngészőben már eleve benne van ez a az interpreter, ez az ez értelmező motor. És ugye ezeket a változásokat, amiket a JavaScript-tel létrehozunk a HTML és CSS értelmezése után, ezeket bármikor megváltoztathatjuk, tehát ez dinamikusan képesek vagyunk ugye magán a felhasználó felületen változtatni. Az igazsághoz ugye hozzátartozik az is, hogy a modern böngészőkben már nem egy ilyen megszokott interpreteres megoldás van, mint a Python esetében, hanem egy úgynevezett just-in-time compiler, tehát nem értelmezzük, hanem fordítjuk ezeket a forráskódokat egy gépik kódba, pontosabban egy byte kódba, ugye kicsit itt a jával juthat az eszünkbe erről, tehát mindezt a teljesítmény fokozásáért tesszük, de természetesen, ha például egy fejlesztői eszköztárat megnyitunk a Chrome-ba vagy a Firefox-ba, akkor ott egy úgynevezett interaktív értelmezővel találkozunk, tehát ott amit beírtunk, ott azonnal egy értelmezésen egy keresztül, és megjelenik a, a scriptünknek, illetve annak a sornak, az adott sornak a, az eredménye. De ha egy weboldalról van szó, ahova belinkeltünk mondjuk egy JavaScript fájt, ott már a modern böngészők egy bytecode-ot állítanak elő, és ezáltal növelik a futási teljesítményt. Azt is meg kell említenem, hogy a JavaScriptnek van kliens oldali és szerver oldali használata is. Most nem azt mondom, hogy verziója, mert nem egy külön programozási nyelvről van szó, ugyanaz a programozási nyelv, ugyanúgy JavaScript-et alkalmazunk, csak ja, a kliens oldalon más célból alkalmazzuk, mint a szerver oldalon. Talán az egyik legismertebb vagy legelterjedtebb szerver oldali környezet a JavaScript futtatására az a Node.js. Most a kliens oldali JavaScript használata ellentétben, ugye itt a szerveren fut majd maga a JavaScript kód, ezáltal hozzá tudunk férni természetesen a szerveren tárolt adatbázishoz, az, ugye az adatbázis információihoz, illetve file-rendszerhez például, tehát e, tulajdonképpen ugyanúgy tudjuk használni a JavaScript-et, mint más általános célprogramozási nyelvet, amelyet a szerver oldalon általában használunk, például e, akár Python, akár C-Sharp, akár Java esetében. Tehát ugyanúgy használhatjuk magát a már kliens oldalon begyakorolt és megtanult JavaScript nyelvet a szerver oldali munkáinkhoz is, amennyiben erre le szükség lenne. Annyit, hogy mondjuk el a JavaScript történetéről, hogy 1995-ben, kezdte el a működését, vagy pályafutását ez a nyelv, és egy Brandon Eich nevű Netscape fejlesztő hozta létre tulajdonképpen magát a nyelvet, de akkor még nem JavaScriptnek hívták a nyelvet, különböző verziói voltak, ugye volt Mocha, volt LiveScript, és ez akkor már híres Java nevet meglóvagolva tulajdonképpen a Netscape átnevezte LiveScriptről JavaScriptre ezt a programozási nyelvet, és azonnal is helyezte a Netscape navigátorban, ugye, ami Netscape-nek az akkori browserre volt, és ezt hívjuk 10 as JavaScript verziónak, ugye, amit akkor sikerült beépíteni ebbe a böngészőbe. Majd a későbbi Netscape navigátor 3 ban már a JavaScript 1.1-et illesztették be, és ekkor hozta létre ugye, a Microsoft a, az Internet Explorer 3-at, amiben már beillesztették már ezt a programozási nyelvet, és természetesen nem lehetett hasonló névvel illetni különböző LCS problémák miatt. Tehát itt nem JavaScript lett az ő neve, hanem J-Script. És hát ezáltal tulajdonképpen kettő különböző böngészőből két különböző JavaScript jött létre. Tehát ekkor a JavaScript nyelvnek ugye nem volt semmilyen standardje bármilyen szervezet, amely meghatározta volna, hogy minek kell megfelelni ennek a programozási nyelvnek, és ezért különböző problémákat okozott a fejlesztők körében, tehát a, a, közösség úgy döntött egy ponton, hogy valahogyan standardizálni kéne ezt a nyelvet, tehát valamilyen specifikációkkal ellátni, hogy kompatibilitását megőrizve lehessen használni különböző platformokon. És ilyen módon a létrehozását követő második évben, nagyjából, tehát 1997 környékén a JavaScript 1.1-et benyújtották az Európai Computer Szövetségéhez, ami ugye egy ilyen standardizáló, vagy szabványosító szervezet, ugye a megnevezései European Computer Manufacturers Association, tehát ECMA rövidítése, innen jön majd később az ECMA script, az előbb már említettem is, és innentől kezdve ez a szervezet befogadta és szentesítette tulajdonképpen a JavaScript-et, mint általános célú, platformfüggetlen és hát, kereskedő független script nyelvként. És ezt a nyelvet az ECMA 262-es szabvány rögzíti, és úgy nevezték el, hogy ECMA script és tulajdonképpen, amikor ma a javascript beszélünk, akkor ennek az ECMAScriptnek megfelelő, tehát ennek a szabványnak megfelelő JavaScript-ről beszélünk. És ennek a szabványosításnak a következménye ugye az volt, hogy mostantól nem kell különböző böngészőknek különböző JavaScript megoldásokat, vagy különböző JavaScript kódokat létrehoznunk, tehát elég ezt egyszer megtennünk, és azt az összes böngésző a szabvány segítségével ugye képes interpretálni és képes lefordítani számunkra. Aztán később különböző függvénykönyvtára a keretrendszerek jöttek létre, amelyeket a, ma is előszeretettel alkalmaznak a frontend fejlesztők, ugye ilyen például az Angular, a React, jQuery, tehát ezek a megoldások ugye komfortosabbá teszik a fejlesztést. De ezért azt el kell mondani, hogy a JavaScript-nek a alapverziója, ha lehet így mondani, mondjuk a vanilla JavaScript is nagyon sok mindenre képes, tehát nem feltétlenül kell nekünk különböző függvénykönyvtárakhoz, keretelenetekhez nyúlni ahhoz, hogy ütős weboldalakat, alkalmazásokat készítsünk. Természetesen ezek a különböző megoldások a komfortfokozatunkat növelhetik, és a kódolási időt csökkenthetik, tehát mindenképpen nyilván azért hozták őket létre, hogy valamilyen szempontból jobb legyen a fejlesztés, de aki most kezé javascript való ismerkedést, annak a vanilla JavaScript is tökéletesen alkalmas lesz, arra, hogy bármit megvalósítson, tulajdonképpen bármilyen weboldalt, weboldal funkcionalitást, vagy webalkalmazást. A legutóbbi ráncfervarrása az ECMAScript-nek, 2015-ben következett be, ezt az ECMAScript verziót ES6-nak hívjuk, éppen ezért, mert az előző az ES5 volt, még 2009-ben, ha jól emlékszem. Természetesen ebben a videósorozatban is az ES és a legfrissebb ECMAScript szabvány alapú JavaScript-et fogom bemutatni számodra. Ugye kezdjük először az alapnyelvi funkcionalitással, és utána haladunk tovább a DOM, majd később a BOM irányokba is, tehát az egyik a Document Object Model, a másik a Browser Object Model lesz, amelyről beszélünk, és közben ugye a nyelvnek, a JavaScript nyelvnek a legújabb fejlesztéseit, ugye újdonságait is tárgyalni fogjuk. Amiről egészen biztosan nem lesz most szó, az a különböző függvénykönyvtárak, keretrendszerek, tehát jQuery, React Angular, TypeScript, tehát ezek külön nagyobb témakörök, amelyeket nyilván nem lehet egy ilyen kezdő videóba, videósorozatba beleerőltetni. Ha tetszett a videó és szeretném még ilyeneket látni a csatornánkon, akkor kérlek nyomj egy lájkot, like ha pedig programozói karrierváltáson gondolkodsz, akkor feltétlenül látogass el a programozáskarrier.hu per karrierváltó oldalra.